Fél kilenc lesz, pontosan 9 perc múlva folytatjuk koronavírus körképünkkel a ma reggel műsorát. Hamarosan kapcsoljuk újabb 3 európai országból tudósítóinkat, de ahogy előtte szoktuk, lássuk a legfrissebb adatokat a nagyvilágból a járvánnyal kapcsolatban. Meghaladta a 143,5 milliót a fertőzöttek száma világszerte, már több mint 3.055.000-en vesztették életüket a járvány következtében. Nagyon súlyos a helyzet Indiában, ahol ismét rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma, de Japánban is ismét veszélyhelyzet kihirdetésére kényszerültek, erről később majd beszámolunk részletesen is. Jó hír viszont, hogy már jóval több mint 82 millióan felgyógyultak a betegségből. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. És akkor lássuk a mai 3 európai országunkat, az Egyesült Királyságból, illetve az öreg kontinensről, Belgiumból és Ausztriából kapcsoljuk ma tudósítóinkat. Kezdjük is ez utóbbival, Belgiummal. Európa több országában javulnak a járványügyi mutatók, de sehol sem lehet még hátradőlni. Belgiumban napok óta, ha lassan is, de csökken a fertőzöttek száma, azonban az intenzív ellátáson még óriási a nyomás. Brüsszelből Baracka Esztert kapcsoljuk a továbbiakért. Mik most a számok Belgiumban, illetve hogyan állnak, hogyan haladnak az oltási kampánnyal? Jó reggelt kívánok! Nos, a legfrissebb számok, amelyek nagyon röviddel ezelőtt jelentek meg, azért mutatnak egy pici emelkedést a egy hetes viszonylatban az új esetek számában, de ez mindössze 1%. Alapvetően egyébként elmondható, hogy a belga járványgörbe lapos, és kisebb-nagyobb, de valóban kisebb eltérésektől, hegyektől és völgyektől eltekintve lejt. Ez azt jelenti, hogy a belga hatóságok jelenleg ellenőrzés alatt tudják tartani a koronavírus járványt, eltérően az őszi helyzettől, amikor valóban drámai volt a helyzet Belgiumban. Ami az új esetek számát illeti, 7 napos viszonylatban 3479 új esetet fedeznek fel naponta. A kórházba kerülők száma az nagyjából változatlan, csökken valamelyest 7%-kal a halálozás, és ami aggodalomra ad okot valóban, az az intenzív ellátásra szorulók száma. Leterheltek az intenzív ágyak Belgiumban, 933 beteg fekszik intenzív ágyakon, tehát nagy a kórházakon a nyomás, és jelen pillanatban ez határoz meg minden intézkedést. Ami az oltást illeti, az első adagot a felnőtt népesség csaknem 26%-a kapta meg, és 7,8%-a a másodikat is. Húsvét után egyébként nagy lendületet vett a belga oltási folyamat hosszú hetek toporgása után, és mindenki nagyon megörült, de aztán újra le is lassult. Ennek a hátterében az áll, hogy a belgák nagyon sokat vásároltak a Johnson & Johnson egy adagos vakcinájából, hiszen itt van az európai gyár, 5 millióra kötöttek le szerződést Belgiumban, és hát jelen pillanatban mindössze 36 ezer van itt az országban, de ezek is a hűtőszekrényben állnak a vérrögösödési problémák miatt. A belga szövetségi egészségügyi miniszter holnap délután 5 óráig várja a szakértők válaszát arra, hogy mi legyen a Johnson & Johnson vakcinájával, miután az Európai Gyógyszerügynökség úgy fogalmazott, hogy valóban lehet összefüggés ritka esetekben a vérrögösödési problémák, illetve a vakcina között, de ők ettől függetlenül biztonságosnak tartják. És hát gond van az AstraZeneca-val is, amiből Belgium ugyancsak sokat vásárolt. Itt ugyancsak várnak egy állásfoglalásra, hogy nevezetesen kössék-e valamilyen korfeltételhez az AstraZeneca beadását. Jelen pillanatban 56 év alatt nem kaphat senki Belgiumban AstraZeneca oltást. Összegezve tehát arról van szó, hogy a 4 rendelkezésre álló vakcinából mindössze 2 a Moderna és a Pfizer vakcinája az, amellyel a teljes népességet olthatják, és hát ez azt jelenti, hogy az oltási folyamat sajnos megint nem olyan gyors, ahogy azt szeretnék. Mindezekkel együtt, vagy mindezek ellenére az óvatos nyitás mellett döntöttek az országban, és hétfőtől már lehetséges, pontosan idézek, a nem alapvető fontosságú külföldi utazások. Ez kis hiány turizmus, de mondjuk mindenképpen családlátogatásokat akár jelenthet, illetve a jövő héttől újabb enyhítések várhatóak. Ezek mik lehetnek? Nagyon óvatos a nyitás. Egyébként jövő héttől nyithatnak az üzletek. Jelen pillanatban randevúra, tehát előre egyeztetett időpontban lehet bemenni vásárolni a nem alapvető fontosságú árukat árusító üzletekbe, és ez fog változni a jövő héttől, ki fognak nyitni ezek az üzletek. Újra kinyithatnak a fodrászok, a kozmetikusok, a masszőrök, illetve a tetováló szalonok, és az lett volna a terv egyébként, hogy május 1-én, tehát ugyancsak a jövő
jövő hét végén megnyitnak a vendéglátóipari egységek, a vendéglők, éttermek, teraszai, de ezt végül is elhalasztották egy héttel május 8-ára. Azt kérte az úgynevezett konzultációs bizottság, amely a korlátozásokról, illetve enyhítésekről mindig dönteni szokott, hogy miután egy hét alatt húsvét után beoltottak 500 000 embert, még egy hetet várva jelentősen javulhat a helyzet, és nagyobb lehet a biztonság, de ezt az egyhetes halasztást óriási felháborodást kísérte, borzasztó nagy az elégedetlenség. Ugye a vendéglők itt is nagyon régóta zárva vannak, és tudni kell, hogy Belgiumban nagyon sok vendéglő van, a belga háztartásokban, a városokban legalábbis egyszerűen nem divat, hogy az emberek otthon főzzenek, hanem Belgiumban étkeznek, és hát most ezek a vendéglők óriási bevételtől esnek el. Nem véletlen, hogy 50 étterem beperelte a belga államot, és azt kérik a bíróságtól, hogy mondják ki, jogellenes, hogy akadályozzák őket a munkavégzésben, és hát az sem véletlen, hogy eközben állítólag virágoznak az illegális éttermek, amelyek tulajdonképpen azt az álcát használják, hogy elvitelre főznek, és lehet elvinni tőlük élelmiszert, de amikor az előre asztalt foglaló vendég megérkezik a vendéglőbe, akkor kinyitnak neki egy hátsó ajtót, és a hagyományos módon szolgálják ki. Köszönjük szépen. A türelmetlenség egyáltalán nem lokális jelenség, hiszen Ausztriában, amivel most folytatjuk, a sokadik zárlat után mindenki nagyon várja már a nyitást, és nyilvánvalóan ott is jellemző a türelmetlenség. Kántor Ivettet kapcsoljuk most Bécsből a továbbiakért. Beszéljünk egy kicsit a járványadatokról, és akkor utána arról is, hogy hogyan készülnek az emberek a most már tényleg közeledő nyitásra. Jó reggelt kívánok! A szakemberek azt mondják, hogy túl vagyunk a harmadik hullám tetőzésén, és a járványgörbe abban a bizonyos platófázisba került. Csökkenő tendenciát mutat mind a napi új megbetegedések száma, ez most 2000-2500 között mozog, mind pedig az intenzív osztályon kezelt betegek száma, ez 557 jelenleg. De hát még nem lehet fellélegezni. Tulajdonképpen A legdrámaibb a helyzet a három keleti tartományban volt, tehát Alsó-Ausztriában, Bécsben és Burgenlandban, és itt elrendelték a teljes zárást, és hogy érzékeltessem a helyzetet, magyarországi adatokhoz képest az ausztriai számok nagyon alacsonynak tűnhetnek. De annyit érdemes tudni, hogy az intenzív kapacitás Ausztriában jóval kevesebb, jóval kisebb, mint Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 7-800 COVID betegeknek elkülönített intenzív ágy van összesen. És amikor ez a szám elérte az 550-et, akkor kongattak vészharangot. Például elrendelték a nem sürgős műtéteknek az elhalasztását. Aztán ez a szám elérte a 610-et, most újra 557-nél van, ezért is mondtam, hogy nem lehet még fellélegezni. Az orvosok és az ápolók nagyon kimerültek, túlterheltek, mind pszichésen, mind pedig fizikailag. Az emberek pedig már belefáradtak a sok zárásba, nyitásba, a zárlatba, és azt sem nézik jó szemmel, hogy a politikusok még ilyen válságos helyzetben sem képesek egy követ fújni. Az ellenzék mindenbe beleköt, amibe csak lehet, és abba is, amibe nem. Ez természetesen megnehezíti a kormány dolgát. Így mindenki mostanra már tényleg a május közepére beígért nyitást várja. Mindeközben milyen az oltási hajlandóság? Hogyan vélekednek erről? Az oltási hajlandóság az közel 60%-os, ez egész jónak mondható ahhoz képest, hogy 35-37%-ról indultunk. Sokan azt mondják, hogy talán éppen azért jött meg az emberek kedve, mert az első három hónapban akadoztak a vakcina szállítmányok, és kevés oltóanyag volt az országban. Most úgy néz ki, hogy a Pfizer-BioNTech plusz előrehozott plusz 1 000 000 vakcinája megmentheti az oltási tervet, és lendületet is ad neki, ugyanúgy, mint ahogy Eszter említette Brüsszelből. Tehát már a 65 éven felüliek oltását fejezik be, és elkezdték a 65 év alattiak oltását is. Az AstraZeneca körüli negatív felhangok itt sem tettek jót, pedig mind az Európai Gyógyszerügynökség, mind pedig itt Ausztriában a legfelsőbb oltási grémium és az orvosi kamara is kiállt mellette, és soha nem is függesztették fel az oltást vele. Múlt héten éppen a kormány legidősebb tagja, a 65 éves Heinz Fassmann oktatási
oktatási ügyi miniszter kapta meg elsőként és eddig egyedüliként az oltást, és nem véletlenül éppen az AstraZeneca-t választotta. Sebastian Kurz is többször elmondta, hogy amint sorra kerül, akkor ő is az AstraZeneca-val fogja beoltatni magát, de hát ez még odébb van, hiszen nagyon fiatal. Az orosz Sputnik vakcináról is többször szó volt már, de sajtóértesülések azt mondták, hogy oltani fognak vele, aztán mégse engedélyezik, nem engedélyezik, és végül annyit tudok biztosan elmondani erről, hogy Ausztria igenis megvette, tehát megvásárolt 1 millió adag Sputnik vakcinát, de mindenképpen meg akarja várni az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Köszönjük szépen, és akkor elhagyva az öreg kontinenst folytassuk Nagy-Britanniával. A britek a koronavírus indiai mutációja miatt szigorítottak a beutazáson. India vörös listára került, ami azt jelenti, hogy az onnan érkezőknek hotelkarantént kell vállalniuk. Londonból Kertész Robertet kapcsoljuk a továbbiakért. Járványtörképünk elején említettem is, hogy ma ráadásul ugye rekordot döntött az Indiában az új fertőzöttek száma, illetve hát a tegnap a mai adatok szerint, és egy nagyon veszélyes új mutáció terjed. Erre készülnek fel a britek tulajdonképpen, vagy már az adatokban is megmutatkozik az új mutációnak a jelenléte Nagy-Britanniában? Kertész Roberthez fordulok, akkor kezdjük az alapokkal, hogy halljuk-e egymást egyáltalán, mert sokkal-sokkal gyorsabban szokott létrejönni a kapcsolat. Robert, hallasz engem? Attól tartok, hogy sajnos nem, úgyhogy ezzel kapcsolatban később kell jelentkeznünk. Ezzel együtt Kertész Robertnek Londonból, ha most nem is jött össze, Kántor Ivetnek Bécsből, illetve Baracka Eszternek Belgiumból. Köszönjük szépen, hogy ma is a rendelkezésünkre álltak. Folytatjuk a ma reggelt.